Kedves nézőim, üdvözlök mindenkit, abból az alkalomból jelentkezek, hogy e hét végén szombaton 17-én a Szecsei Miklósnál folytatom az eddig elkezdett, de még nem befejezett egy-másfél órás előadás sorozatomat, és vasárnap elkezdjük azt a tanfolyamot, amit már sokaknak megígértem, a Reiki egyes es tanfolyamot. A szombati előadásom folytatja a december 22-i előadást, ami tartalmazta és most is fogja tartalmazni vízről az újdonságokat, azokat az újdonságokat, amik kimaradtak a könyvemből, amik azóta derültek ki, vagy fejlesztés révén kerültek napvilágra, illetve a vízből kiindulva, egy speciális természetgyógyász szempontból akarom elmagyarázni azokat a dolgokat, mondhatjuk egy általánosságban, amik feltétlenül fontosak az egészségünk visszaszerzése, illetve megtartása szempontjából. Ez bele fog férni egy másfél órába szombaton, vasárnap pedig az új Reiki egyes tanfolyam fog elkezdődni, reményeink szerint 10-20 fővel. Egy kérdésem van azokhoz, akik jönnének, vagy jönnek, hogy sportos ruhában és polifómot próbáljanak meghozni, mert olyan kezeléseket fogok tanítani, az úgynevezett nagy kezelést, amihez le kell feküdni, és mivel ott a hely igények és a hely szűke miatt csak ezt a Földön fogjuk tudni megcsinálni. Kettesével fogunk dolgozni, tehát egy pár fogja egymást kezelni, illetve egymáson megtanulni a fogásokat. Nagyon sok érdekesség lesz. Én úgy gondolom, hogy új dolgokat is bele fogok vinni ebbe a reikibe, a tradicionális reiki ezt nem szereti, én viszont úgy gondolom, hogy manapság a mai korban minden olyan plusz dolog, ami segít nekünk a mindennapi életben, feltétlenül meg kell, hogy jelenjen egy-egy ilyen előadáson. És amit ígértem, pluszba fogok biztosítani lengyel pálcát, illetve ingákat a mérésekhez, Reményeim szerint mindenkinek, úgyhogy az alatt a 7-8 óra alatt, ameddig ez a tanfolyam fog tartani, úgy gondolom, hogy nagyon sok új tulajdonsággal fognak a résztvevők bővülni a tudások, legalábbis, és a gyakorlati életben is fogják tudni alkalmazni a hétköznapi életben. Köszönöm a figyelmet. Úgy hallottam, hogy meglepetéssel is készülsz. Igen. A meglepetést már elmondtam a múltkor, de akkor most még egyszer ezt ki fogjuk tudni vetíteni. A 90-es évek elején megjelentes könyv Magyarországon, egy nagyon, azóta is párját ritkító, nagyon jó könyv, az a címe, hogy a gyógyító kezek. Ez egy amerikai hölgy nagyon-nagyon alapos munkája, és ő valahonnan előszette azt a, Végeredményben diagnosztizáló technikát, amit majd ott meg fogunk tudni ölcsát, ez nem is annyira diagnosztika, amit a csakrák lemérésével kapcsolatban, méghozzá ingával lemérésével kapcsolatban sokkal közelebb fogunk tudni kerülni a test energetikai állapotához. Annálag egyszerűen fogjuk tudni mérni a csakráknak megfelelő energetikai állapotokat, és ha már ezt mi tudjuk diagnosztizálni, akkor ott és helyben ki is fogjuk ö, javítani, ki is tudjuk majd javítani ö, a esetleg fönnálló hiányosságokat. Igen, ez lesz az újdonság, ezt még így rejkiben nem adtam elő. Köszönöm még egyszer. Nem csak erre gondoltam, hanem a KTM-ára. A ktm -t igen, tehát a kvantum tudatmező átalakítás folyamatosan kíséri a... Ö, reiki tanfolyamot, a múltkor a legutóbbi alkalommal december 22-én bemutattam. Fogok belőle fejezeteket itt is pihenésképpen, illetve hát ennek a igen jó gyógyító technikának a megismerése érdekében bemutatni, és hogyha majd úgy gondoljuk, úgy gondolják a tanulók, a leendő kollégák, akkor ebből még többet is fogok megmutatni, illetve esetleg komplet tanfolyamot is fogok tudni tartani belőle. Ezt így én most megígérem. Köszönöm.